Bonyolultabbá válhat annak az országos helyreállítási tervben vállalt előírásnak az újratárgyalása, amelynek értelmében a nyugdíjemelésekre legfeljebb a bruttó hazai termék 9,4%-át fordíthatja a kormány. Ennek hátterében az áll, hogy az Európai Bizottság szerint a katonai nyugdíjak is speciális nyugdíjaknak minősülnek, Romániának pedig meg kell reformálnia a nyugdíjrendszert. Hónapok óta zajlanak az egyeztetések a tervezett nyugdíjemelés kapcsán, és amikor már úgy tűnt, hogy a koalíciós pártok megállapodásra jutottak, újabb akadályokba ütköznek. A nagyobbik koalíciós pártok több ízben is közölték, hogy kérték az Európai Bizottságtól annak az előírásnak az újratárgyalását, amely szerint a nyugdíjak emelésére a GDP maximum 9,4%-át fordíthatják. Ezzel egy időben vállalták, hogy megreformálják a hazai nyugdíjrendszert. Igen ám, de most az Európai Bizottság azt állítja, hogy a katonai nyugdíjak is speciális időskori juttatásnak minősülnek. A kormányfő maga is tartalékos tiszta, azonban nem ért egyet ezzel. Ami a katonai nyugdíjakat illeti, tárgyaltunk az ügyben egy-két héttel ezelőtt az Európai Bizottság illetékeseivel, akik Bukarestbe látogattak a Világbank jelentéséről, amely világosan kimondja, hogy a katonai nyugdíjak nem tartoznak a speciális nyugdíjak kategóriájába, hanem ebben az esetben szolgálati nyugdíjról van szó. A katonai nyugdíjakat törvénnyel módosítottuk, és hozzájárulásos nyugdíjnak felelnek meg. Ami pedig minket illet, továbbra is támogatjuk a hozzájárulásos alapú nyugdíjrendszer megreformálását, és azon dolgozunk, hogy megállapodásra jussunk az Európai Bizottsággal. Hozzátette, bármi is történjen, jövőtől biztosan nőnek a nyugdíjak. A PNL legutóbbi javaslata szerint az emelés 15% körüli kellene legyen, hogy ellensúlyozza az infláció miatti vásárlóerő csökkenését.